A múzeum 150. évfordulójára megújult Józsa András állandó emlékkiállítása. Dr. Józsa András irodája különleges hangulattal várja az érdeklődőket. A múzeum szakembereinek köszönhetően korhű bútorok és kiegészítők mutatják be a polihisztor életét. Az orvos, régész és antropológus szakember, bár 1834-ben Nagyváradon született, mindig is Szabolcsinak titulálta saját magát. Bécsi tanulmányai után 1884-ben lett Szabolcs vármegye főorvosa, valamint a mostani Józsa András Múzeum európai hírű régészeti gyűjteményét is ő alapozta meg. A megyeszékhelyen nevét és emlékét a múzeum, a kórház egy városrész, illetve utca és kút is őrzi. Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye eredményes évet zár. A Szeúzókincsek kiállítás valamennyivel több mint 22 ezer látogatót vonzott. A még mindig megtekinthető Munkácsi tárlatot pedig már több mint 31 ezeren látták. Amellett, hogy a látogatói számunk éppen 2018-ban a Szeúzókincs és a Munkácsi 50 sikerének köszönhetően csúcsot döntött, évi látogatottságunk 2,5-szeresére nőtt. Nem feledkeztünk meg a jubileum kiállításainkról sem. Havonta nyitottuk meg a Múltunkról a Jövőnek című kamera kiállítás sorozatunkat. Józsa napra megújult a Józsa állandó kiállításunk. 2019-re áthúzódik a múzeumtörténeti vándortárlatunk, amely a Kis Lajos elévülhetetlen múzeumi érdemeivel kívánjuk megismertetni a Nyírség múzeumbarát látogatóinkat. Kevés város dicsekedhet olyan nagy múltú múzeumi intézménnyel, mint Nyíregyháza. A 19. század közepétől a budapesti múzeum alapítások példája után a vidéki városokban is megjelent erre az igény. A kezdeményezők általában a helyi értelmiségek közül kerültek ki, de a nemzeti öntudat és a szülőföld szeretete is motiváló erőnek számított. A saját tárgyi és szellemi örökség összegyűjtése és bemutatása a lokálpatrióták büszkesége volt. Ilyen hajdani lokálpatrióta volt a 100 éve elhunyt Józsa András vármegyei tisztifőorvos, aki sok kortársához hasonlóan a régészkedésben lelte örömét, és munkája nyomán európai hírű régészeti gyűjtemény jött létre. Az egykori népélet és néphagyomány bemutatására hivatott néprajzi gyűjtemény, a szegény emberek krónikása Kis Lajos nevéhez fűződik. Olyan helyi kötődésű, de egyúttal országos jelentőségű személyiségek emlékeit is őrzi a múzeum, mint Benczúr Gyula és Kródi Gyula. A Józsa András Múzeumnak számos helyi intézménnyel van együttműködése, de szoros kapcsolatot ápol például a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeummal is, amelynek igazgatója Pollák Róbert egy ajándékkal is készült. Valamint a Zsesovi Múzeum igazgatója is köszöntötte az ünneplő közönséget, amely intézménnyel már egy éve működik együtt a Józsa András Múzeum. A közösen szervezett kiállításokon túl azon dolgozunk, hogy közös projekteken keresztül népszerűsítjük a lengyel kultúrát Magyarországon, valamint a magyart Lengyelországban. Reméljük, hogy az együttműködésünk folytatni fog, s további eredményeket hoz mindkét nemzet és baráti városival. A Józsa András Múzeum fontos szerepet tölt be Nyíregyháza kulturális életében, ezért is fontosak azok a fejlesztések, amelyek segítenek abban, hogy az idei év eredményességét megőrizzék az intézmények, közölte Kovács Ferenc polgármester. A múzeum falában közel 800 millió forint beruházás zajlik, minden jó kísérletre el is készül. Akik korábbi igazgatók, dolgozók tudják, hogy mikor volt ilyen, soha nem volt ilyen, és ez egy újabb nagy lehetőséget nyit nekünk. Természetesen a Józsa András Múzeumra is vannak megnyertes pályázatai, konkrét elképzeléseink, folyamatban tárgyaljuk ugye a felújítása. A 150 éves évfordulón koszorúkat helyeztek el Józsa András sírjánál a nyíregyházi északi temetőben. A múzeum alapító idén 100 évvel ezelőtt, 1918. szeptember 6-án hunyt el.